Sziasztok! Most egy serverem vagyok, ami egyenlőre teljesen üres, de remélhetőleg pár napon belül tele lesz mindenféle szép, látványos vagy okos építménnyel. Ugyanis azt gondoltam, azt találtam ki, hogy itt hagyom ezt a szervert, így hétvégére, majd vasárnap este leállítom, és addig feljöhettek és építkezhettek. Valami építményt küldhettek nekem. Na, de hogy ne teljesen vakon építsetek, lerakok egy békönt, de nem lehet megenni. Nem olyan békön. Méghozzá narancsárga színű lesz. Így, itt, hoppá. Ezen fogok kilépni. Tudjátok, hogy... Tehát, hogy itt a közelben építsetek. Nem érdemes nagyon messze menni, mert akkor nem fogom észrevenni. Szóval, itt hagyom ezt a szervert, vasárnap este fogom leállítani, hétfő reggel pedig fölveszem videóra, hogy miket építettetek, miket küldtetek. Nem egy nagy szerver, tehát összesen 5 ember tud egyszerre itt létezni. Úgyhogy azt kérem tőletek, hogy legyetek egymással tekintettel, ne stoppoljátok a helyet, tényleg csak annyi időre gyertek fel, amíg elkészültök, előre találjátok ki, ne itt a szerveren húzzátok az időt, ne nagy építményt találjátok ki, tehát legyetek tekintettel egymással, akkor lesz jó, ha minél több van, nem minél nagyobb. Azt rátok bízom, hát megint csak a ti feladatotok, hogy ne egymásra építkezzetek, tehát látod, hogy van a másiknak ott valami, akkor ne rá közvetlenül mellé, hanem hagyj egy kis helyet, vagy a legjobb az, ha megkérdezed a másikat, hogy meddig fog tartani. Tehát hajrá, írogatni lehet, parancsok nincsenek, mindenki kreatív lesz, igen, és ennyi, parancsok nincsenek, üzegetni lehet. Ezt a békent lehetőleg hagyjátok békén, hogy a többiek is tudják, hogy hol vagyok. Ne építsetek föl és semmit, ugye messziről is látszódjon, hogy hol van. És ne építsetek más narancs békönt. Tehát, hogy... ne legyetek trollok. Mondjuk lehet, hogy ez túl nagy kérés, de... Hajrá! Először van ilyen, most kipróbáljuk, tehát ide jövök, itt ezen lépek ki. Ezt hagyjátok békén. Tudom, lehet item spawn protection, de nem vagyok még olyan tapasztalt, hogy ezt ilyen pontosan így erre a pár blokkra beállítsam. Majd lehet, hogy olyan is lesz. Szóval egyenlőre azt kérem, hogy legyetek... Ez így olyan rossz nézi. Így. Tehát egyenlőre azt kérem, hogy legyetek tekintettel egymással, meg hát rám is. Nem tudom, miket fogtok építeni, nagyon kíváncsi vagyok. Sziasztok! 8000 feliratkozói különkiadás! Vihi! Te is mondjad! Juhu! Juhu! Ez az, igen! Elértem a 8000-et, itt van most Dogi Andival fogunk ünnepelni. Vihi! Juhu! Szóval, azt találtam ki a különkiadásra, hogy csinálok egy minigémet, ami nem sikerült. Erről fogok csinálni tutoriálokat, mert egyébként nagyon okos a rendszer. De sajnos egyszerűen nem alkalmas játékra. Majd ott el fogom mondani, hogy miért. Sőt, majd ott elmondom, hogy milyen minigém legyen meglepetés. Szóval meghívtam Andit arra jó kis minigémre, aztán kiderült, hogy nem működik, úgyhogy meghívtam őt egy másikra. Igen. És igen, cserébe azt mondtam neki, hogy teljesíteni kell itt élőben a Hot 16 kihívást. Nos, Andi, ajrá! Hát... Ezen még gondolkozom, illetve még agyalok a szövegen. Persze. Eszedbe segített, mi? Hát nem. Így őszintén szóval nem gondoltam, hogy így ezzel le fogsz egyből támadni. Ó, pedig nagyon készültem. Alig vártam már, hogy ezzel jól letámadhassalak. Szóval, egy korábbi pályán vagyunk a Villager Defenderen. A lényeg az, hogy zombik fognak jönni, meg akarják enni a falusit, nekünk pedig creeperekkel le kell őket lőni. Nos, hát Dogi Andi kezdő szinten van, sose látta a pályát, én pedig nagyjából azonos szinten, úgyhogy először a gyakorlást fogjuk nyomni. Azt hittem, te se láttad még soha a pályát. Hú, hát az vicces lenne, tehát így megépítem, de úgy, hogy kikapcsolt monitorral. Egyszer lesz, hogy ki kéne próbálni. Ja, meg is nyomtad, jó, közben szövegelek. Ja, nem kellett volna? De, nyugodtan, csak... Hoppá! Na igen. Annyit elárulok, de egy idő után mi rájön az ember, hogy úgy fölfelé kell célozni, tehát minél magasabban kell találni a creepert. Aha. Mert ha veled egy magasságban, akkor már késő. Hát, látom, hogy késő jó, a szegénynek. Akkor még egyszer. Nekem is bele kell jönni.
És akkor ez egy olyan videó lesz, hogy egy creepert nem találunk el. Hopp, egyet sikerült. Óha. Ez tényleg elég nehéz egyébként. Hopp, na, látod? Először nagyon az, de a tapasztalat az, hogy időt, hogy bele lehet jönni. Hát azt nem ismerem mondani, hogy nem én vagyok a rekordtartó. De hát talán ez nem is olyan meglepő. Hát jó, ez szerintem még mindig nem mehet élesben, úgyhogy... Igen. De hát, hogy megütni se... Na. Hó, majdnem. Az a vicces, hogy még valahogy célozni is lehet, de... Én csak megépítettem, nem én vagyok a pró benne. Na. Ez igen. Sikerült. Fú. Még gyakorlás, vagy most már érzed magadban az erőt? Hát nem tudom, még lehet, hogy jól jön egy kis gyakorlás, de hogyha már te játszanál élesben, akkor mehet az is. Hát... Eddig úgy néz ki, hogy te vagy az ügyesebb, szóval... Jesszus! Hopp, és elé lőttem. Most voltam a legközelebb hozzá. Húh, hát igen. Ez egy jó nehéz játék lett egyébként. Itt legyen kis kihívás. Egyébként azt nem is mondom, nem tudom olvastad, de hogy a zombik egyre erősödnek. Ja. Ami azt jelenti, hogy először elég egy lövés, ha jól, ha elég közel lősz. Aztán 2, 3, 4, és azt hiszem 5 a legerősebb zombi. Te jó ég! Miért nem egy könnyebbet választottam? Nem, miért nem te választottál könnyebbet? Kérdeztem tőled, hogy jó ez, és azt mondtad, hogy igen. Te vagy hát a hibás. Könnyebbnek látszódott. Igen. Akkor pont... Jó, hát azt a trélert egyébként, azt nehogy azt hitt, hogy úgy egyszerre úgy elindítottam és felvettem, az sok próbálkozás összevágva. Ja, pedig nagyon profinak tűntél benne. Igen. Fú. És hát élesben is ugyaneddig jutnánk egyébként, ez a vicces, tehát... Jó. Na, még egyszer. Azt hittem, hogy te ügyesebb vagy. Ja, akkor még gondolkoztam, hogy kéne valami jó kis külön kiadás, valami igazán jó játékossal, aki ért hozzá, tudod, aki... Tehát valami jó játékossal, de nem tudtam, hogy te is ilyen béna vagy, mint én. Hát nem vagyok jó az ilyen játékokon. Az igen, megint eltaláltad. Hát ez erősebb van, erősebb úgy látszik. Szegény falusi. Hát ez... Egyszerűen mellé ütök folyamatosan. Na, sikerült. Csű, hát te egyre jobb vagy. Jó, próbáljuk meg élesben, de hát egyet se bírunk legyőzni, úgyhogy. Legyegőzni. Na, nagyon profi. És előtte robban. Meg rajtam. Hopp! Azt én lőttem, én voltam? Hát nem tudom. Nem hiszem el. De ketten kaptunk pontot. Az nem az ölés számolja, hanem hogy hány zombi jött. Az sajnos nem lehet. Tehát ja. Van olyan szkor, ami számolja, hogy a játékos mennyit ölt. De olyan, ami azt számolná, hogy a creeper, amit megütöttél, az hány zombit... Na hát azért, az ez túlzás. Ne! És ennyi. Ez egy hatalmas bukta, hogy másikat kéne berakni. Nem mindegyik ilyen minigémem egyébként ilyen nehéz. Hát nem tudom.
baseball játékosnak lehet könnyebb lenne. De... Azt nézem, hogy te folyton el tudod lőni, most pont nem. És igen, bakker! Jó, jó, lehet, hogy nem is olyan rossz választás volt. Hát... Csak kell egy kis idő, meddig belejön az ember. Igen, ezt én lőttem le! Hagyhattál volna nekik több helyet is, hogy sétálgassanak nyugodtan. Persze. Meg ilyen láthatatlan falakat, hogy helyen megálljon. Ne! Hogy fogunk így eljutni 50-ig? Hát, talán egy 24 óra alatt teljesíthető. 50 volt a cél? Nem, 500, de veled nem lehet addig elmenni. Jó, bocsi. Jézus, nem tudom, ha megnézed a videót, ezt ne nézd meg a videót. Azt fogod látni, hogy folyamatosan mellé jutogod. Szörnyű. Nem tudom, mi van velem. Ez... nagyon kész. Jó, hát most, hogy mesterré váltál, hogy tetszik? Nagyon jó. Egyébként tényleg tetszik, csak... kicsit ügyesebbnek kellene lenne benni. Na, mármint... összeakad a nyelvem. Szóval jobb lenne egy kicsit ügyesebbnek lenni benne. Az nem a játék hibája. Te vagy béna. Ez az. És ezek után direkt el fogom találni az összesét. Eddig nem akartam, hogy te tűnjél bénának saját minigémeden, de... Azt még, na. Ez az! Wow! Ho-ho-ho! Most koncentrálok. Én is. Lelöktük. Az is valami. Most az ott ragadt? Megindult. Gyerünk! Jaj! Azt hittem nem léptem rá. Ez az? Ez az? Oh. Lehet, hogy ez lesz az utolsó, tudod, csúcson kell abba hagyni. Gyerünk. Elé lősz, ne lőj elé. Ez az! Lelökted? Igen. Közben jön a következő. Ha éhes, hogy meg kell nyomni egy gombot mögötted. Biztos láttad. Szíveim vannak lent. Megjött medált. Jaj, ne elélődtem. Mennyi volt? 8, hát remek, csodálatos. Megdöntöttük a rekordomat, amit valamelyik nap kipróbáltam. Teljesen jó, és ez két embernek sikerült. Igen. De ha ügyesebb lenni, és tudod mindjárt lelőni, de ahogy kijönnek, akkor hát ameddig csak akarsz, addig jutsz el. Hát, bocs. Legközelebb kénytelszek a ügyesebb játékos találni. Most akkor sírva fakadok. Én úgy érzem, hogy ez volt a csúcs. Innentől meg csak rosszabb lesz. De már... hát azért azt nem mondanám, hogy belejöttem, de... már majdnem kezdek belejönni. Kezdem eltalálni a creepereket. Ennyi. Nem is tudom, minek veled játszom, én lőttem le. Bocs. Elég nehéz irányítani ezeket a creepereket. Gáztokat könnyebb lenne eltalálni. Persze. Jó, majd egy továbbfejlesztett verzió van, csak neked. Jó. Na, most egész jól megy, lehet. Lehet, hogy úgy kéne csinálni, hogy most elindítanám videót, mármint, hogy most újra kezdenem, amikor már így megy. És úgy mondani, hogy hát, még sose láttuk ezt a pályát. Igen.
és hihető lenne teljesen. Főleg, hogy te csináltad. No, sikerült egyet eltalálnom. Ennyi. Tíz zombi. Ez már erősebb, vagy csak? Nem. Hát azért látszódik, hogy erősebb, tehát páncél van rajta. Ez erősebbnek. Ja. Kicsit szemétség lenne. Ha jól emlékszem, akkor 10 zombi után jön egy erős. Ne. Hát ott jó lett volna, csak kicsit később. Ah. Ez az. Ez szerintem te voltál, mert szerintem megint mellé ütöttem. Olyan. Szerintem 10-ből 8-szor mellé ütök. Azt is én szedtem le. Én másképp láttam. Azt is. Mindegyiket. Hát ha már az én pályám, akkor mindegyiket sorolhatjuk. Hát így már 11-nél van a számláló. Na ott az erősebb. Ne, hát kész. Lépcső már nem lehet. Egyébként volt olyan, hogy ott a lépcső alján volt, és pont úgy lőttem meg, tudod, alá is, és fölrepült a falusinak neki. Ilyet is lehet csinálni. Sőt, olyat is lehet, hogy ha megnézed, a vár előtt láva van, oda lelökni, ha elég ügyes vagy. Hát ez igen, ez egy kicsit egyszerűbbnek hangzik. De hát, látod, azért nem olyan könnyen jön össze. Most lelöknélek, az lenne a videó vége, hogy lelöklek, de sajnos ki van kapcsolva. Nem ugranál le? Az lenne a vége, hogy hát, köszönjük, Andi, szia! És így megölnél, ilyen egyszerűen. Persze. Azt hittem messzebb jutok, szóval lecseréllek. Bocs. Nekem túl forrónak tűnik az a láva, úgyhogy kihagyom, ha nem gond. Hát ilyen, mit csinál az ott? Ilyet még sosem láttam, tehát azért párszor játszottam vele, de kisétált oda, és hát megállt, és néz minket. Van közönség is. Jaj, pont ideig bírjuk. Okosodnak a zombik, bakker, hát kiment oda, elterelte a figyelmünket, és eddig a többi bement. Ó, hogy ez a... Csapatmunka. Milyen mesterséges intelligenciát itt kettettem mögé, vigyeled? Hát akkor ez volt a 8000-es külön kiadás. Köszönök minden feliratkozást, lájkolást, Medárd is köszönni, igen. Minden lájkolást, letöltést, hozzászólást, beszólást, főleg támadást. Ő is mondja közben, az a vicces, nem tudom, hallatszik-e. Már megtanultam melletted. De amikor oda rakom, akkor nem mondja ez. Tej. Köszönjük Andinak, hogy itt volt. Én köszönöm, hogy meghívtál erre a remek pályára. Írjátok minden videója alá, hogy sárga répa. Isten meg fogják tenni, ugye tudod? Isten ments. Ezt még visszakapod. Ez az új hobbim egyébként, hogy trollokat küldözgetek a többi YouTube-oshoz. Ez a büntetés a H16 miatt? Nem, ez csak olyan trollkodás. Szórakoztatom magamat. Szóval Andi nagy szeretettel várja a sok sárgarépát. A kézikönyv óvjon. Sziasztok! Nincs valami saját köszönésed? Találjunk ki neked egyet. Nem tudom. Nekem nincs ilyen menő szókészletem, meg mémjeim, mint neked. Legyen az a köszönésed, hogy felszívódtam. Na, milyen menő már? Most mondjam azt, hogy felszívódtam. Tök jó, nagyon menő. Megy a szkimeted. Felszívódtam. Vup, sziasztok. Ja, nem öllek meg. Gondoltam, azzal befejezem. Az olyan szép befejezés. Hát ha akarsz, akkor leüthetsz. De látom, ez nem Atomi Bertáv sétapálca, úgyhogy...
Nem. Hatóművel távsét a pálca. Jó, hát akkor még egyszer köszi. Reméljük legközelebb, ha ilyen lesz, akkor majd ügyesebb leszel, és eljutok veled valahová, mert ez egy tragédia volt. De azért nagyon köszönjük. A kézikönyv óvjon. Sziasztok. Nem, felszívódtam. Jó. Felszívódtam. Nagyon jó, profi. Nem, 44. Á, persze, hogy videón kívül kell jutni 44-ig.